Sziasztok, Zola vagyok a Rapid Matektól, és az érettségre fogunk most felkészülni. Elméleti síkon fogjuk átvenni, mondanám, hogy a legfontosabb témákat, de nem csak a legfontosabbakat, hanem mind a 20-at át fogjuk beszélni, egészen a halmazoktól, a függvényekig. Elméleti fókusszal megyünk, ez fontos, mert egyébként van egy gyakorlati kurzusunk nekünk a Rapid Matekkal, amikor is minden típus feladatot átnézünk, ami az érettségén előfordult. Ez annyira jól szokott menni egyébként, hogyha összepárosítom az érettségi feladatait a mi feladatsorunkkal, akkor 95%-ot lehet írni évről évre csak a mi tananyagunkból. Ha semmit nem néztél el, csak a miénket, akkor megvan a 95%. És most egyébként, hogyha a Zola kuponkódot felhasználod, akkor az 1000 forint kedvezményt jelent neked, és részt is vehetsz egy sorsoláson, amivel visszanyered a teljes jegy árát. Csapjunk is bele! Beszéljünk egy kicsit a függvényekről, mik ugye mindenféle ábrák a derékszögű koordináta rendszerben. Ugye vízszintes tengely az X, függőleges tengely az Y, szépen berakjátok az origót középre, és mind a kettő tengelyen berakjátok az egységet, hogy mit jelölünk egynek egynek, hogyha magatoknak kell az ábrát rajzolni. Az érettségén azért középszinten legtöbbször megvan ott az ábra, amiben nektek csak magát a függvényt kell berajzolni. Ugye a függvénynek hívjuk azokat az egyértelmű hozzárendeléseket, amikor minden x-hez megfelelően egy y tartozik. Tehát egy x-hez egy y tartozik. Van olyan, hogy különböző x-ekhez ugyanaz az y tartozik, de az fontos, hogy minden x-hez csak egy darab y tartozhat, akkor hívjuk egyértelműnek a hozzárendelést, akkor beszélünk függvényekről. Ha megnézitek a függvénytáblázatot, akkor ugye csomóféle függvénnyel találkozhattok. Vannak a lineáris függvények, az egyenesek, vannak a parabolák, ugye a másodfokú függvények, hiperbolák, ugye az 1/x-es függvények, mindenféle gyökös függvény, exponenciális, logaritmus, stb. Ezt szintetizáljuk egy kicsit, mi az, ami előfordulhat nagy valószínűséggel. Kezdjük az elsőfokú függvényekkel. Itt van egy hozzárendelési szabály, ugye x-hez rendeljük hozzá az ax meg b-t. Itt az a-t hívjuk a függvénynek a meredekségének, a b pedig az a szám, ahol metszi a lineáris függvényünk az y-tengelyt. Tehát a b, azt behúzhatjuk egyből, hogy hol megy át az egyenesünk a koordinátorrendszerben az y-tengelyen, az a pedig a lépkedést határozza meg, hogyha mondjuk 2 az a, akkor egyet megyünk az x-en, 2-t felfelé, és így tovább. Ez lesz a meredekségünk. Fontos az, hogy ezt az x-nyíl, x-hez rendeljük hozzá dolgot, úgyis felírhatjátok, hogy y egyenlő, vagy fx egyenlő, ami szintén az y, és akkor innentől kezdve nyilván ugyanaz az ax meg b, ax meg b, ami hozzájön. Oké, tehát ezek az egyenesek. A másodfokú függvényekről már beszéltünk az egyenlőtlenségek kapcsán, ugye azok voltak a parabolák, ami lehet mosolygós vagy szomorú, attól függően, hogy az x négyzet előtt álló tag az pozitív vagy negatív, ugye pozitív állású vagy negatív állású tud lenni a parabola. Ezek ilyen ívesek. Ezzel szemben ugye az abszolút érték függvény pedig ilyen V alakú lesz. Ugye az is attól függően, hogy az abszolút érték jel előtt pozitív szám van, akkor ilyen fölfelé álló V, ha negatív szám, akkor lefelé álló V lesz. Itt ennek a képzési szabálya egészen hasonló egymáshoz, nézzük is meg. Tehát itt egyrészt az x-hez rendeljük hozzá az a szor x meg b abszolút érték meg c-t, illetve a másodfokú függvény a parabola esetén x-hez rendeljük hozzá az a szor x meg b a négyzeten meg c-t. Itt az a mind a két esetben a meredekség, tehát a lépkedéseket fogja módosítani, ugye a képzési szabály szerint. A b, ami ugye itt a műveleteken belül van, vagy az abszolút érték jelen belül, vagy a négyzeten belül, az mindig az x-en való mozgást, eltolást jelöli ellentétes irányba. Tehát, hogyha plusz 2 van, akkor mínusz 2 betolod. Ha mínusz 5 van, akkor plusz 5 betolod. Illetve a c, ami kívül van a műveleteken, az pedig az y-on való mozgatást jelöli, még pedig megegyező irányba. Tehát, ha plusz 5, akkor felfelé tolod 5-tel, ha mínusz 3, akkor lefelé tolod 3-mal. És akkor így megvan a parabolának is a csúcspontja, ahol indul, és a V-nek is a csúcspontja, ahonnan ő indul. Ez a három függvény, a lineáris függvény, a másodfokú függvény és az abszolút érték függvény azok, amiket legtöbbször neked rajzolgatni kell. 99%-ban ezeket kell rajzolgatnod az érettségén.
Előfordulhat még néhány ilyen trigonometrikus függvény, ugye ez a színusz-koszinuszos hullám. Ott az a lényeg, hogyha a színusz vagy a koszinusz előtt van valami szorzó tényező, akkor így szétnyújtja vagy összezsugorítja az értékkészletét, hogyha pedig belül van a szorzó tényező a színusz vagy a koszinusz mögött, akkor pedig a periódusát nyomja vagy nyújtja szét. Itt az értékkészletet most behoztam, úgyhogy nézzük meg, hogy milyen szempontok alapján tudunk elemezni egy függvényt. Ugye van az értelmezési tartomány, hogy milyen x-ekre értelmezhető a függvényünk. Esetleg van-e szakadása? Vagy van-e olyan intervallum, ahol nincsen függvényünk? Ugye itt megint azok a dolgok lesznek, amik fontosak, ami az a kikötéseknél is volt. Ugye ha van törted, akkor a nevező nem lehet nulla, ott lesz egy szakadás. Hogyha gyökös a függvényed adott esetben, akkor ugye a kikötés miatt csak az egyik irányba fog menni a gyökfüggvény, a logaritmusnál pedig ugyanez. Az értékkészlet ennek a párja, azt pedig megnézed, hogy az y-tengelyen hol vannak értékeid a bizonyos x-ekhez. Például a színusz-koszinusz függvénynél alapjáraton ugye a mínusz 1 és a plusz 1 között húzódik ez a hullámvonal. Az értékkészletből következnek a szélső érték, helyek és értékek. Mindig az a fontos, hogy a hely az x, az érték pedig az y. Tehát, hogyha egy szélső érték helyet keresünk, akkor biztos valami x egyenlőt várunk, hogyha meg annak az értékét, akkor meg valami y egyenlőt. És a szélső értékek között pedig, ahogy le vagy felmegy a függvény, ott pedig a monotonitási szakaszokat tudjuk értelmezni, hogyha lefelé megy, akkor szigorú monoton csökken, ha felfelé szigorú monoton növekszik. A szélső érték helyek mellett egy másik fontos helyünk a zérus hely, ami egyébként az egyenletek megoldása is volt, ugye a gyököknél. Itt, ahol átmegy a függvényünk az x-tengelyen, azt nevezzük zérus helynek, és az lesz egyébként az egyenletnek is a megoldása, hogyha éppen egy koordináta rendszerben akarod ábrázolni függvényként. Jó, tehát összefoglalva, hogy a középszinten az érettségire készülsz és a függvények témakörét lapozgatod, akkor a fókuszodat helyez az egyenesekre, az abszolút értékes V-alakokra és a parabolákra, ugye a másodfokú függvényekre, és mindenképp tud, hogy mi az a zérus hely, mi az a szélső értékhely, mik azok a monotonitási szakaszok, mi az értelmezési tartomány és mi az értékkészlet.